Köszöntöm kedves nézőinket, Őrmegy Gyulával való beszélgetős műsorunk legújabb adásában is köszöntöm elnök urat is. Elnök úr, tegnap május 1-én révén önök megemlékeztek május 1-éről a munkásság ünnepéről. Két helyszínről jelentkeztek be, a Kodály Köröndről és a HM2 elől. Miről szólt az önök május 1-éje? Hát mindenek előtt köszönöm mindenkinek, akik eljöttek ezekre a rendezvényekre. Mi a Kodály Köröndön rendeztük meg a hagyományos május 1-i gyűlésünket, és onnan indult a felvonulás. Meg kell, hogy mondjam, hogy néztem még balra, és néztem még jobbra is, kerestem a szakszerzeket, kerestem a magukat baloldalinak nevezett pártokat, nem voltak ott. Mi voltunk körülbelül 200-an, megmutattuk azt, hogy igen, mi tiszteljük, ápoljuk, becsüljük a magyar munkásfogalom hagyományát. A szakszerzeteknek is ezt kellett volna tenni, ami azért sem ártott volna, mert most ha tárgyalni akarnak a szakszervezetekkel, akkor előtte meg kéne az erejüket mutatni. Hát az oroszlán is vicsorít egyet, mielőtt nekiáll az ellenségét leküzdeni. Ehelyett ugye valami mást csináltak. De hát 2022-ben vagyunk, önmagában a május 1-e üzenete még kevés, ezt is elmondtuk, mi azt mondtuk, hogy ugye Magyarország válságos időkhöz közeledik, látszik, hogy az inflációval, meg egyéb dolgokkal megint csak mindent velünk akarnak megfizetni. Mi megüzentünk a kormánynak, hogy fizessenek a gazdagok. És mivel háborús idők is vannak, mi azt mondtuk, hogy nemet kell mondani a háborúra, nemet kell mondani a NATO-ra, és meg kell győzni az embereket, hogy állítsuk meg a magyar kormány sodródását a háborúban. Két év után ez volt az első felvonulások, hiszen eddig a vírus, a pandémia nem engedte. Volt ez olyan horderejű, ez a mostani rendezvényük, mint az eddigi? Hát bizonyára, amit abból is látok, hogy egyébként a sajtó soha nem szokott ide eljönni, de most ott volt több tévéállomás, még a Népszava is írt rólunk, igaz, azt mondták, hogy hát ez a munkáspárt ilyen elmaradott valaki, mert csak egy dimenzióba gondolkodik. Én azt mondom, hogy ők gondolkodnak egy dimenzióban, a kapitalista dimenzióban, mi egybe gondolkodunk, mi egy másik dimenzióban gondolkodunk. Mi azt mondjuk, hogy ez a kapitalizmus most háborúkat, válságokat teremt, nekünk egy új társadalomra van szükség, a közösségi társadalomról, nem a pénz az úr, nem a tőke uralkodik, hanem az emberek érdekei. Sokan odafigyeltek erre a rendezvényre, meg kell, hogy mondjam, hogy még olyanok is jöttek, akik korábban nem vettek részt a rendezvényünkön. Most így elmondom titokban, hogy előző nap volt a Szabadság téren egy ilyen Oroszország melletti gyűlés, sokféle ember jött ott össze, de sokan megismertek, és közülük sokan átvittek hozzánk, mert értik, hogy itt akár kommunista vagy, akár munkáspárti, akár hívő, akár nem hívő, a háború ellen valamennyit megcselekedni kell. Kodály Köröndről indultak, végigmentek az Andrásin, a Hősök terén ugye most nem jobbra, hanem balra mentek. Találkoztak valakivel szemben, vagy bár aki még vonult önökön kívül? Felvonulókkal nem találkoztunk, sok-sok ember megállt, filmezett, fotókat készített, odajöttek fiatalok, ugye szelfiztek velünk, úgyhogy megvolt ennek a hatását. Persze önmagában az a tény, hogy komoly rendőrségi kíséret volt, amit hát köszönünk, mert azért a rendnek ez is része, de odafigyeltek az emberek, és nem hangzott el egyetlen rossz szó sem. Nem mondták azt, hogy miért akadályozzuk a forgalmat, hogy miért megyünk az úton és nem a járdán. Nem voltak ilyen régi visszautalások a szocializmus történet. Értették, hogy új világ van, új helyzet van, és végre ez a párt valamit mond. A többiek miért hallgatnak? Viszont elmaradt a majál is. Miért? Mi a hagyományos szervezőkkel, a szakszervezetekkel fölvettük a kapcsolatot május 1-e előtt, és úgy látszott, hogy ugye a ligetben mindenképpen kevesebb hely jut. Én el is mentem a beszédünkbe, hogy az elmúlt két évben a kormány nem csak tiltotta a járvány miatt az ilyen úgy nyilvános rendezvényeket, majálisokat és egyebeket, hanem átalakították a Városligetet. Na most mi nagyon örülünk a Néprajzi Múzeumnak. Én személyesen láttam a Magyar Zeneházát és a környék, ez mind nagyon jó. Csak hát ez a park, ez a liget, ez a környék már nem alkalmas majálisozásra, felvonulásra, meg aztán végképpen. Tehát úgy érzik, kiszorították a munkásokat?
Hogy mit csináltak? Úgy érzik, kiszorították a munkásokat az új ligetből? A munkást nem kell kiszorítani, és nyilván, hogy az az ember, aki a munkájából él, most dolgozhat gyárba, üzletbe, patikába, vasútnál, hévnél, bárhol, azért jó eső érzéssel fog mondjuk a Magyar Zeneházába menni, vagy be fog menni a Néprajzi Múzeumba, vagy majd elmegy a színházba, hogy egyszerűen a gyerekei játszani fognak azokon a csodálatos játszótereken, amit megépítettek. A Városliget funkciója változott meg, ezért döntöttük mi is, hogy most már erre a helyre nem érdemes pénzt áldozni, majd teremtünk valamilyen más dolgot. De nem is a majális az igazi hagyomány, hanem a felvonulás, ez a közös érték, ez pedig mi becsülettel, tisztességgel tovább visszük. Elnök úr, Magyarországon a kormány mellett önök, talán önök az egyetlen olyan párt, aki következetesen vallja, hogy hazánknak ki kell maradni a háborúból. Mi készíteti önöket erre a meglátásra? Magyarországon az emberek 90%-a nem akar háborút, ezt mutatják a statisztikák. Tehát ebben mi tökéletesen egyetértünk. Amiben mi egy kicsit többet adunk ehhez a dologhoz, hogy ezt nem elég elmondani a közvéleménykutatóknak, meg nem elég otthon mondani, meg a kocsmában, meg a vendéglőben, meg a vonaton, meg nem tudom hol erről beszélni. Ezzel nem valamit tenni kell. Mi se akarunk háborút, ezért mondjuk az embereknek, hogy gyertek, csatlakozzatok hozzánk, tiltakozunk, írjunk, beszéljünk erről. Kényszerítsük rá a magyar kormányt arra, hogy még véletlenül se gondoljon arra, hogy háborús. Ők nem gondolják, hogy jobb lenne eleget tenni a NATO és az Unió Amerika elvárásának? De történelmi tapasztalataink vannak. Hát ma már ugye nem élnek azok, vagy csak nagyon kevesen, akik megélték a második világháború pusztítását. Tehát mi nem tudjuk, hogy mi a háború. Nem tudjuk. Ugye amikor itt Jugoszláviában volt háború 99-ben, a magyar többsége legyintett rá, nem a mi háború. Legyintettek az afganisztáni háborúra is, és még bevették azt a süketséget, hogy valahol az afgán hegyekben a magyar honvéd a magyar alföldet védi. Egy nagy fenét védte, az amerikai érdekeket védte. Tehát nekünk nem szabad ilyen háborúkba belemenni, és erre a figyelmet fel kell hívni. Mit szól ahhoz, hogy az oroszok, tehát Lengyelországban elzárták a gázt, és most ugye a rubelben való fizetést tudom, mely az oka, illetve mindannyian tudjuk, és hát ugye az uniós elvárás, de most Lengyelország kénytelen Oroszország, vagy illetve Németországtól megvenni az orosz gázt, hát most euróért fizetnek, gondolom, de ugyanazt a gázt veszik, ez nem egy színjáték? De ez természetesen színjáték. Ugye Európának számot kell vetni azzal, hogy rövid távon, sőt középtávon nem tudja magát függetleníteni az orosz földgáztól. A kőolajtól se nagyon, de talán attól gyorsabban. Tehát belátható ideig Oroszországtól kell megvenni a földgázt. Ehhez pedig valamilyen megállapodásra kell jutni. Az első pofont ugye az európaiak adták az oroszoknak a szankciók bevezetésével, tehát nincs mit csodálkozniuk azon, hogy az oroszok ezt most visszaadják. Ők nem azt mondták, hogy nem szállítunk gázt, hanem azt mondták, hogy szállítunk nektek gázt, de légy, hogy kedves, rubellel fizessél nekünk. És megvan a konstrukció, és létrehoznak egy rubel számlát, az európai befizetik az euróikat, megkapják a rubelt, és már is annyi földgázt vehetnek, amennyi jól esik. Persze ezt nem mondják el az embereknek, a nyugat-európai kormányok helyett megpróbálják uszítani Oroszország ellen a közvéleményt. De lényeg az, hogy így is, úgy is megkapják az orosz gázt. Hát jelenleg igen, mert ma ott tart ugye a világ, hogy Oroszország nem állította le a gázszállításokat, de Európa meg nem állította le a szankciókat. Sőt, mi több Európa újabb és újabb fegyvereket akar küldeni Ukrajnába. Most nem ezt kéne, le kéne állítani. Zelenszkit meg kellene győzni, hogy öreg, hagyd abba, ne akarjál itten Oroszország ellen hadakozni, úgyse fogsz Moszkvába bemenni és Moszkvát megszállni, így felejtsd el, hagyd abba a fasizmust, egyezk az oroszokkal, és onnan tovább Európa békében élhetne Oroszországban. Visszatérve május 1-ére, még egy kérdést engedjen meg nekem. Ugye tegnap ünnepeltük május 1-én az Európai Unióhoz való csatlakozásunk évfordulóját is, nagykorúak, 18 évesek lettünk. Pártok erről nem nagyon
szóltak. Tehát egyetlen egy párt sem, vagy rendezvény sem harsogott ennek örömétől. Kivéve talán a jobbikos Jakab Péter emlékezett meg Facebook oldalán. Azt írja, idézem, 18 évvel ezelőtt ezen a napon kaptunk egy esélyt, hogy talán majd 2022-re magyar is úgy fog élni, mint mások nyugaton. Na most ez nagyon szépen hangzik, csak elfeledkezünk arról, hogy az a Jobbik annak idején uniós zászlót égetett, sőt, ugye kidobták az Európai Unió zászlaját a parlamentből. Most ez nem egy pálfordulás, egy köpönyekfordítás? Hát a Jobbik már ide-oda fordult, beléptek egy liberális koalícióba, tehát ezek már nem Jobbik. Ez most már elvárás. És nem zászlégett a Jobbik. De fontos a kérdés az, hogy miért nem beszélnek erről a pártról. Hát azért, mert nincs mivel dicsekedni. Valóban 18 évvel ezelőtt a magyar emberek többsége elhitte, hogy ripsz-rapsz, minden problémánk megoldódik, belépünk az EU-ba, úgy fogunk élni, mint az osztrákok vagy németek. Na most nem élünk ki, ugye, hogy az osztrákok meg a németek. Persze mehet valaki dolgozni Németországba meg Ausztriába, ahol ilyen másodrangú külföldinek fogják nézni, és kiszolgáltatott helyzetbe kerül. Amit megkaptunk, az az európaiaknak a nyomása, a beavatkozás az ügyeinkbe, ők diktálnak. Hát esetleg megint az árak nagyjából ugyanolyanok, mint Ausztriában. A bérek azok természetesen kevesebbek. Tehát semmiféle ilyen közeledés nincs. Ha egy magyar vállalkozó akar vállalatot építeni Ausztriába, akkor nem engedik meg, megakadályozzák valamilyen ürüggyel, vagy valamilyen jogi trükkel. Tehát itt szó sincs arról, hogy mi a magyarokat segíteni akaró családok közösségével léptünk bele. Nem, az Európai Unió, az európai nagytőke érdekérvényesítő szervezete, és az érdekeit érvényesíti velünk, magyar emberekkel, magyar néppel, magyar dolgozókkal szemben, és általában a gyengékekkel szemben. És ugye az, hogy mit áldoztunk fel ezért, az még egy külön beszélgetést megérne, majd egyszer visszatérünk, vagy rátérünk arra is. Köszönöm szépen, hogy beszélgetett velem, kedves nézőknek köszönöm a figyelmet, kövessenek bennünket továbbra is az interneten. Viszontlátásra!